Azt gondolom, az idei évben egyáltalán nem meglepő módon a bizonytalanság, a válság és az újrakezdésnek a különböző fogalomkörei, azok mindannyiunkat foglalkoztatnak. Erről fog szólni a következő beszélgetés az idén 30 éves VHC támogatásával. Három extrém sportoló fog arról beszélni nekünk, hogy hogyan is néz ez ki az extrém sportok világában, ahol hiába törekszünk a biztosra, a bizonytalanság és a krízis velejárója a teljesítménynek, a folyamatos újratervezés, probléma megoldás és a saját véleményünk kezelése mellett kell haladni a célok felé. Erről fog beszélgetni most Rakoncai Gábor extrém sportoló, illetve az Esemény Horizont csapatának képviseletében Klein Dávid és Suhajda Szilárd hegymászók. Hallgassátok őket szeretettel. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok, így a képernyő túloldalán elég fura helyzet ez, de minden esetre szerintem nagyon jó fog hozzá kapcsolódni, hogy a Felkonban hallottátok, hogy bár mi olyan terepen mozgunk kint a természetben, különböző területeken, a hegyen, vagy akár az óceánon, vagy mindegy, az a lényeg, hogy kint egy olyan környezetben, amire nem igazán van hatásunk, ami az időjárás szabja meg, és tőlünk néha eléggé függetlenül történnek a dolgok, és ehhez kell alkalmazkodni, és ebből kell kihozni a maximumot, és nyilván van az embernek egy konkrét célja, és afelé halad úgy, hogy alkalmazkodik hozzá folyamatosan. Úgyhogy szerintem nem tudom, kezdjük úgy, hogy szerintem mindenki ismert titeket, de azért egy-két mondatban, ha mutatkozzunk be. Mutatkozzunk be, mondjuk így, igen. Ja, hát ezt nagyon hálás vagyok érte, hogy a Felkonban elhangzott, hogy mi vagyunk az Esemény Horizont csapat, Szilárddal 2013 óta mászunk együtt. Maga az Esemény Horizont az a 98-as Tiricsmir expedícióig nyúlik vissza, úgyhogy ez egy ilyen hosszú történet, és ha csapatként szoktunk bemutatkozni, akkor azt mondjuk, hogy nekünk együtt csapatként 6-8 ezer méter fölötti csúcsunk van, ezeket oxigénpalasz nélkül másztuk meg, ezek közül három volt első magyar megmászás, és ezek közül kettő az úgynevezett himalái háromlegbe tartozik bele. Ez a himalái háromleg, ez a legmagasabb, a technikailag legnehezebb és a legveszélyesebb. Ezek közül Szilárd állt fönt a K2-n, a technikailag legnehezebben, és én pedig a legveszélyesebb Annapurnán. Szilárd? Hát igen, én 2016 óta vagyok hivatalosan a csapattagja, akkor volt az első közös expedíciónk, és való igaz, én egyébként Békés Csabai származású vagyok, sokszor meg szokták tőlem kérdezni, hogy mit keresek a magas hegyek világában, de való igaz, hogy a tavalyi szép eredményünk, a K2 első magyar megmászása, ez volt az eddigi legmagasabb pont, amin sikerült állnom, és hát a továbbiakban is igazából a hosszú távú terveink közt is ezek a nagy magasságok szerepelnek, úgyhogy alig várjuk, hogy ebben a bizonytalan időszakban egyszer csak újra elindulhassunk majd a nagy hegyek felé. Így van, különben tőlem most amány interjúm vagy riportom voltam így az elmúlt, mondjuk így most már március óta, ez azért eltart pár hónapja, mindig ezt kérdezték, hogy akkor ugyanígy nagyobb a hasonló dolgok vannak, az ember el van szigetelve a többi embertársától, kitartás, meg kis területen tud mozogni, sok a nélkülözés, minden egyéb, hogy akkor ez majdnem ugyanaz, mint egy expedíció, és akkor mindig kiszoktam alóla bújni, hogy bizonyos szempontból az, de ugye bár én egy expedícióba saját jó szándékomból megyek bele, tehát valamiért, és ott vállalom azokat a dolgokat, és bár tudom jól, hogy miért csinálom, meg azt is tudom, hogy mikor lesz vége, és a mostani helyzet meg inkább hát abban más, hogy kb. Szerintem senki nem tudja, miért van ez, és meddig fog tartani, és mennyire lesz része az életünknek, hogy mennyire vált vissza az életvitelünk a normálishoz, amit megszoktunk mondjuk, de ebből a szempontból nagyon más. És hát ti ugyebár együtt dolgoztok nagy rész, nekem volt több páros, meg négyes, meg hetes, heten végzett expedíció is, de mondjuk a fele azért az teljesen egyedül volt, és így alapvetően más, ugyebár egyedül mozogni, meg csapatban. Látok, hogyha csapat van, akkor az van legelőbb, ugye? Tehát így, tehát ott mondjuk így a demokrácia, vagy a közös gondolkodás, közös tervezés, közös végrehajtás, vagy ez hogy néz ki? Nekem volt szerencsém belekóstolni mind a három fajtájában ennek az expedíciózásnak, abban is, amikor nagy csapatban mozog az ember, és annak is megvan a varázsa, és megvan egyébként a hátulütője is, egy nagy csapat azért eléggé feszült tud lenni. Abban is, amikor van egy olyan ember, aki fontos számodra, egy mászótársal, egy mászópárral dolgozol, meg abban is, amikor egyedül indulsz el Magyarországról, és mind a háromnak megvan a szépsége, meg a hátulütője. Nagyon-nagyon szerencsések vagyunk szerintem Szilárddal, majd
megcáfol vagy megerősít, de úgy gondolom, hogy mind szakmailag, mind emberileg nagyon klappolunk. Tehát hasonló a vérmérsékletünk, a szakmai érdeklődésünk, a megoldásaink technikai szinten is, és a filozófiánk is. Persze vannak különbségek, de tök jó ezeket megismerni. Tudom, hogyha mit tudom én, egy jégszakasz jön mondjuk a következő kötélhossz, vagy következő kötélhosszak az vízjég lesz, akkor valószínűleg szilárd fog előre menni, és ő is tudja, hogyha egy technikai szögelgetős kötélhossz következik, akkor valószínűleg én fogok előre menni, és ezt tudjuk egymásról fel és elismerjük. Úgyhogy én nagyon élvezem ezt a közös munkát. Tehát akkor igazából mindig amelyikőtök egy kicsit jobb az adott területen, az beszél át egy kicsit így a vezető szerepet, hogy ha ezt így lehet fogalmazni? Lehet talán így is fogalmazni, illetve. Azt gondolom, hogy az óceánon is így lehet, de a hegyek közt is bizonyára nagyon fontos, hogy ismerd önmagad, a saját gyengeségeid és erősségeidet is, és a hegyen is nagyon fontos az, hogy ugye egyrészt úgy indulunk el, hogy számunkra nem az a fontos, hogy bármi áron feljussunk a csúcsra, hanem ebben nagyon nagy az egyetértés, ezért is ilyen erős ez a mászótársi kapcsolat, mert tudjuk azt, hogy egy bizonyos módon tiszta eszközökkel szeretnénk feljutni a csúcsra, tehát hasonló etikai normákat fogalmaztunk meg magunknak már régen is, és aztán ezek nagyon egybevágóak voltak, mint kiderült, amikor megismerkedtünk, ez nyilván az összetartozásnak is egy fontos eleme, úgyhogy ez az értékiség, ez az értékrendűség, ez nagyon fontos, amikor elindulunk a hegyek felé, hogy tudjuk, hogy hasonlóképp állunk hozzá a feladathoz, hasonlóképp tartjuk fontosnak a fizikai, a mentális felkészülést, és így tovább, és tényleg szeretnénk érzékenyek lenni, odafigyelni önmagunkra is nyilván, de egymásra is, a környezetünkre is, arra a kultúrára is, ahova megérkezünk. És akkor maga a cél, tehát ugyebár, mint ahogy a beszélgetésnek a téma, ez a bizonytalanság, és azon belül ugyebár vannak az embernek céljai, ez így hol van, így belül elhelyezve, így most itt így belül, vagy itt fölül, vagy itt csapatszinten, tehát nyilván van egy konkrét cél, a hely tetején, meg onnan vissza, és ugyebár 1000 dolog történik ott egy 2 hónapos expedíció alatt. Igen, hát az egész biztos, hogy nagyon mélyről fakadnak ezek a célok. Tehát ez mindig egy közös álom, egy közösen megfogalmazott cél, ami vezérel minket. És egyrészt a jövőbeli céljaink is azonosak, nem hiába dolgozunk együtt ezeknek a céloknak az elérésén, és tényleg nagyon, nagyon mélyen gyökereznek ezek a célok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor elindulunk, akkor nincs bennünk kérdés, nincs bennünk bizonytalanság, hogy mit is szeretnénk pontosan, mert nagyon-nagyon tisztán és egyértelműen megfogalmaztuk azt, hogy mi áll előttünk, és mit várunk. Persze aztán, hogy mi fog történni, az majd kiderül a hegyen, hiszen vannak stratégiáink, vannak terveink, de aztán ebben a hatalmas közegben, amit nekünk nincs esélyünk uralni, vagy nem tudunk kontrollálni, ott úgyis rugalmasnak kell majd lennünk, és mindenféle váratlan helyzet adódhat. Nekem egyébként az egyik ilyen veszőparipám, zárójeles megjegyzés, meg ez itt a reklámhelye, de ilyen csapatépítő tréningekkel, meg ilyen szervezetfejlesztéssel is foglalkozunk Szilárddal, amikor ide lent vagyunk tengerszinten, és ott is az egyik ilyen központi üzenetünk az, hogy megkülönböztetjük az inspirációt és a célt. És én hiszek abban, hogy minden komoly célnak valamilyen saját belső inspirációból kell fakadnia. Tehát nem úgy kezdődik a célkijelölés, hogy ülünk a nem tudom a rajzasztalnál, vagy a nem tudom, kijelöljük a GPS koordinátákat, és nem tudom is, hanem ülünk a tábortűz mellett, valahol a nem tudom, a Mátrában, egy szép mászás után, és borozgatunk, és akkor egyszer csak azt mondjuk, hogy emlékszel arra a gyönyörű szép hegygerincre, arra abban a könyvben, azon a fotón. És ez az inspiráció, ez a mély gyökérzete a célnak. És ha már megvan az inspiráció, és ezt felismertem, igent mondtam rá, akkor lehet pontosítani a célt. És a célban már ilyen specifikációk vannak, hogy nem tudom, fel akarunk menni a csúcsra, és ahogy mondtad, nem elhanyagolt, hogy le is akarunk onnan jönni. És közben van egy csomó megszorítás, nem akarunk oxigénpalackot használni, mert azt gondoljuk, hogy az nem annyira oké, vagy nem tudom, nem akarjuk a szemetünket hátrahagyni, és a többi, és a többi. És ezek a megszorítások, ez a pontos célkijelölés, ez utána következik, miután igen mondtunk az inspirációra. Aha, és ez most az én esetemben, tehát én amikor elkezdtem ezt annak idején 14-5 évvel ezelőtt, akkor mindig egy konkrét célba gondolkodtam, tehát legyen meg az óceán átevezés, de ha hiszitek, hanem volt olyan helyzet, hogy tehát átkeltem az óceánon, kiléptem a mólóra, és rájöttem, hogy 5 euró van a zsebemben, és azt sem tudom, hogy fogok én hazajönni, a hajóm hogy fog hazajönni, egyáltalán miből telefonálok haza, vagy miből veszem meg az első megérkező sört, tehát annyira csak a cél volt,
És utána elkezdtem tervezni azt, hogy jó, hát mielőtt teljesítem a célt, akkor majd kezd megfogalmazódni a fejembe a következő cél, és akkor így, amikor nem kellett teljesen újra nulláról kezdeni a dolgot, legalább fizikálisan, mentálisan, és most már viszont inkább úgy gondolom, hogy van egy kijelölt, vagy egy ilyen elképzelt életutam, amin mondjuk az egyes kilométerkövek, vagy mérföldkövek szimbolizálják az egyes expedíciókat, célokat. Ez már érettebbnek hangzik. Ez sokkal érettebbnek, igen, igen. És nálatok, vagy nem tudom, ebben a folyamatban hol tartotok? Én amikor az első expedíciómra indultam 2012-ben, való igaz, hogy akkor úgy éreztem, hogy mindent egy lapra teszek fel, és nem is tudtam, hogy mi fog majd ott történni, és mi történik majd azután, amikor visszatérek. Viszont, hogyha a tavalyi expedíciónkra gondolok, amikor a K2 megmászása után már kimondtuk azt, hogy igen, szeretnénk majd visszatérni az Everestre, akkor már egy ilyen érett tervvel jöttünk elő, egy hosszú távú, több éves tervvel igazából, úgyhogy sokkal inkább egy ilyen jól felépített tervezés jellemző most már ezekre a folyamatokra. Én nem gondolnám azt, hogy ez a kezdeti ilyen szenvedélyes, mindent egy lapra felteszünk attitűd, ez jellemző lenne. Én csak annyit mondanék, hogy nagyon szépen mondja Szilárd, és teljesen egyetértek vele. Rám azért jellemző, hogy én elég lassan és nehézkesen, nekem nehézkenyér ez a fölnőtté válás, tehát én így ingadozom, hogy néha azért előjön belőlem az impulzív, nem is tudom, ez a tábortűz melletti valami, és ugyanakkor felismerem annak a fontosságát, hogy legyen egy hosszú távú tervünk, hogy legyen egy hosszú távú célunk, és az odavezető utat azt szépen felépítsük. Tehát ilyen vegyes felvágott ez bennem. Szeretném magam úgy látni, hogy Szilárd elmondja, érett fölnőttként tervezve szépen hosszú távra, de nem vagyok benne biztos, hogyha egyszer valaki nem mondana valami izgalmasat a tábortűz mellett, akkor hirtelen nem csábulnék el. Ezt mondjuk megértem, igen, igen, igen. Igen, igen, mondjuk erre meg tudod, azt mondják, hogy addig jó, amíg az ember meg tud maradni bizonyos szempontból a gyereknek. Tehát, és szerintem, amit mi csinálunk, ott pont ez a lényege, hogy sikerül megőrizni így a mai világban, így mondjuk azt a kisrácnak a, nem tudom, gondolatait, meg álmodozását, meg legalábbis az én esetemben az volt, hogy ilyen tizenévesen már olvastam ezeket a könyveket, és hú, ha egyszer felnőtt leszek, akkor én is ezt csinálom, és alig vártam, hogy felnőtt legyek, és akkor most végre lehet jönni-menni. Úgyhogy, és így én úgy gondolom, hogy nem hozzánőttem a feladathoz, hanem azt a részt, amelyik részemet érdekli ez az egész dolog, az sikerült megőrizni, és nyilván abban van egy ilyen gyermeki érdeklődés, egy ilyen kíváncsiság, hogy akkor nem csak megnézem a tévébe, hanem konkrétan oda akarok menni, és át akarom élni, és saját magamon akarom tapasztalni. Én úgy gondolom, hogy ezek az egyedi építési sorsok, ezek mindig nehezebbek és lassabban állnak össze. Tehát ha megveszed konfekcióba, csúnyán mondva a sorsodat, akkor ezt viszonylag hamar el tudod kezdeni, viszonylag jól kijelölt pályán fogsz haladni, nagyon fog hasonlítani más hasonló pályaívekhez, más hasonló sorsokhoz. Sokkal több lesz a buktató, és sokkal több lesz a Varga Peti, hogyha te magad akarod összesakkozni, hogy a felnőtté válásból nekem ez igenis fontos, és ezt igenis meg akarom tenni. És ez meg nem annyira fontos, nem annyira az én értékrendembe illik bele, és ez engem nem érdekel. És ebben sokkal több lesz a kísérletezés, lassabban fog kialakulni, viszont a végeredmény a tied lesz, és azt magadénak érzed. Én örülök neki, hogy bizonyos értelemben felnőtté válok, vagy váltam, és bizonyos dolgokat meg tudtam őrizni abból, amit régen éreztem a kisgyerekként az erdőben a tábortűz mellett. Meg talán, amikor az ember megy egy saját cél felé, akkor ugyebár ott jobban be tudja vállalni annak a nehézségeit is, mert azt kvázi ő választja. Jobban látja az értelmét, hogy hova fog vezetni, mint hogyha csak kívülről rászakad. Ez kint a vízen, hogyha konkrét szigeted van, célod, hogy hova mész, kikötő, akkor teljesen mindegy, milyen az időjárás, addig fogsz menni, amíg úgy odajutsz, hogyha csak úgy arra felé akarok menni, akkor nyilván nagyon sokat fog sodródni az ember, mert nem biztos, hogy egy kicsit erősebb a szél, akkor is kint marad az ember a kormánynál, és akkor is kitart, hanem inkább azt mondja, hogy jó, hát akkor most egy kicsit arra haladunk, akkor egy kicsit más irányba fúj a szél. Viszont a problémája pont az, hogy ha az ember nem így csinálja, vagy így csinálja, hogy amíg az ember magának választ célt, magának választ problémákat is ezáltal, ha akarja, hanem addig, hogyha a teljesíti, akkor ugye bár ez az ő érdeme, ha nem teljesíti, akkor viszont tudja, hogy hol kell javítani. És megszűnik az a luxus, hogy az ember mutogat, hogy ez ki miatt van. És azt szerintem kint ilyen extrém területen, hegyen ez pláne így lehet, hogy most független az időjárástól, mert nyilván ő a főrendező,
de azon belül a játék, játszótér, vagy a mozgástér, azt mi határozzuk meg. Így van, hát ugye, ahogy Dávid is mondta, hogyha megvan ez az inspiráció és a jól megfogalmazott cél, tőlem többször kérdezték például, hogy nem tudom, nem vágyok-e arra, hogy minél több 8000-es csúcsot megmászak, és még ezt nem egyszer talán kimondtam már magamnak, hogy ez lehet, hogy jó lenne, de valójában nem foglalkoztatott. És hogyha ez lenne a célom, akkor nem a K2-n töltöttem volna el 3 évet az életemből, illetve ha úgy veszük, akkor ennél sokkal többet is. Ugye 2015-ben és 2016-ban olyan éveket fogtunk ki ezen a hegyen, amikor senki sem jutott fel a csúcsra. És hát itt visszakanyarodtunk pont ehhez a bizonytalansághoz, hogy akkor is teljes volt tökéletes volt a felkészülésünk, azt gondolom, rászántunk rengeteg időt arra, hogy összeszervezzük, megvalósítsuk ezt az expedíciót, és aztán a hegy, a körülmények keresztbe húzták a számításainkat, és pont ezek a bizonytalanságok, ezek a kiszámíthatatlan állapotok, amit nem tudjuk, hogy így lesz, vagy úgy lesz. Ugye én azt gondolom legalábbis, hogy valahogy úgy készülünk fel erre, vagy úgy kell felkészülni, hogy amikor ez megtörténik, onnantól kezdve ez is normális legyen. Valahogy úgy érzem, hogy ez hozzátartozik ugye az egészhez. Volt egy olyan évünk, amikor 2 hetes havazásba kerültünk, és ki sem tudtunk mozdulni a sátorból Dáviddal. 2018-ban az egy nagyon nehéz expedíció volt, és alig, hanem a legnagyobb küzdelmeinket éltük át abban a szezonban, a Karakorumban. Sőt, meg vagyok győződve róla, hogy a legtöbb energiát fektettük bele az expedícióba. És mégis ebben a 2 hétben, amikor lényegében nem is kellett volna más csinálnunk, más se tudott semmit csinálni, csak ülni a fenekünkön és várni azt, hogy vége legyen a viharnak, elálljon a havazás. Ebben a 2 hétben adta fel a legtöbb expedíció, akik akkor ott voltak a hegyen. Tényleg semmit sem kellett volna csinálniuk, de egyszerűen nem bírták kivárni ennek a 2 hétnek a végét, nem tudták elviselni a bizonytalanságot, nem tudták, hogy mi lesz holnap, meddig havazik, mi lesz jövő héten, stb. És utólag persze könnyű már erre visszagondolni, mert tudjuk azt, hogy 13 nappal később elállt a havazás, de akkor ezt a bizonytalanságot olyan nehezen tudta a többség elviselni egyébként, hogy haza is mentek végül, és igen, sátrat bontottak. Igen, mindig ez a vízálasztó, amikor az ember kicsit így lent van bármi miatt, én ugye bár ultrafutok is, ott 150-180 kilométer között az ember gyakran padlót fog, nem csak fizikálisan, hanem így mentálisan is, és bár nagyon kell benne hinni, hogy abból még ki fogunk jönni. Nálatok, nem tudom, mondjuk a 8. nap, tehát ott mi az, ami, tehát ez a minden vihar úgy is elmúlik egyszer filozófia, vagy mi az, amivel sikerült fenntartani csapat szinten, meg egyén szinten azt, hogy akkor is ott maradunk és várunk, miközben esetleg tényleg a többiek meg már azt mondják, hogy kösz szépen, elég volt. Szerintem amitől ott maradunk és várunk, az, hogy sokat beszélgettünk egymással, és sokat beszélgettünk magunkkal, mielőtt elindultunk Budapestről, és tudjuk, hogy akármi lesz, amíg lehetőségünk van, ott fogunk maradni a hegyen, tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, és tudjuk, hogy végül is jobb érzés lesz hazajönni úgy, hogy kivártuk a vihart, és nem volt lehetőségünk, mint úgy hazajönni, hogy hazajöttünk, és nem tudjuk, hogy végül elállt volna a havazás. Egyébként visszakanyarodva a legelejére, az első kérdésedre még a mostani beszélgetésünknek, hogy hasonlít-e a mostani helyzet a hegyen átéltekhez. Én is látok különbségeket, persze ebben nem önszántunkból pottyantunk bele, de azért több hasonlóságot látok. Tehát az expedíciós hegymászás, ez a nagyon látványosnak tűnő, nem tudom, gyönyörű szép valami, ezért túlnyomó részt arról szól, hogy nem csinálsz semmit, hanem vársz. És ez egy skill, ez egy képesség. Hosszú ideig nem csinálni semmit, úgy, hogy közben megőrzöd a teljesítő képességedet fizikailag is, meg mentálisan is. Tehát várunk arra, hogy megjöjjenek a jakkok. Várunk arra, hogy pecsét kerüljön az engedélyre, várunk arra, hogy felolvadjon a lábosban a hó, miközben olvasztunk a, nem tudom, 2-es táborban. Várunk arra, hogy a vérünkben egyre több vörös vérsejt termelődjön a magassághoz. És ez nagyon sok várakozásból áll. Ha ezt gyakorlod és tudatosítod magadba és elfogadod, akkor jól fogsz teljesíteni a hegyen valószínűleg, vagy legalábbis meg lesz a lehetőséged rá. Ha nem, akkor lehetsz bármilyen hiper-szuper erős mászó, valószínűleg le fogsz pattanni. Pont az ilyen passzívabb részek miatt. Igen. És ott azon belül a napi rutin, vagy tehát ugye ez éppen aktuális dologra fókuszálás az, ami így átlendíti az embert a tényleg a semmit tevésen. Mondjuk ezt meg közben nem semmit teszünk, mert mégiscsak a szervezet kezd hozzászokni, meg minden megvárja az ember, ugyebár az aktuális
ablakot, amikor neki lehet indulni. De így a rutin, vagy ti hogy szoktátok? Most pont az ilyen időszakokra gondolsz, amikor például vihar van, ez a nem optimális az idő, és tényleg itt kell ülnünk most a fenekünkön, és hinni kell abba, hogy jövő héten már nem csak itt kell ülnünk, de lehet, hogy egy két hét múlva is még itt kell ülnünk. Hát egyrészt kialakul akkor is nyilván egy napi rutin, mert tudjuk azt, hogy egyszer csak valamikor az éjszaka közepén elkezdi a hósúlya összenyomni a sátrunkat, hajnalban ki kell magunkat ásni a hóalól, aztán napközben hómunkásokká változunk, és még egyszer és kétszer és sokszor körbe kell ásni a sátrat. Aztán, ha szerencsénk van, akkor lent vagyunk az alaptáborban, ahol van azért némi mozgástér, és elmehetünk az étkező sátorba, és eszünk egy kis főtrist, aztán visszavonulunk, és beszélgetünk, vagy olvasunk, vagy naplót írunk, és így tovább. Ugye az a szerencsés eset, hogyha az alaptáborban van ilyenkor az ember, mert ott megadatik némi luxus még ezekhez a körülményekhez képest is. Amikor viszont fent vagyunk a hegyen, és össze vagyunk zárva egy icipici sátorban, hát ugye akkor kétségtelenül nehezebb, eleve ott van a magasság is, ami hat a viselkedésünkre, az oxigén hiány, a készleteink is ott nyilván jóval szegényesebbek. Ahogy Dávid is mondta, igazából tényleg ez egy olyan képesség, amivel azt gondolom, hogy szerencsére mi rendelkezünk, hogy viszonylag épésszel, de ki tudjuk várni ezeknek az időszakoknak a végét, és képesek vagyunk erre, hogy hát ha várni kell, akkor várni kell. És eddig ez működött, és azt gondolom, hogy működni fog a jövőben is. Szerintem is. Tehát ez szerintem különben az olyan, hogy nekem Grönlandon volt egy ilyen hosszabb idő, amikor így heten össze voltunk zárva, és ez csak 4 nap volt, viszont ott annak az árnyékában volt ez a feszültség, hogy várni kell, hogy fogytán volt az élelmünk, és nagyon ki voltunk centézve. És mivel a sátorban is ide volt, azért ott is be kellett vinni a kalóriát, hogy felfűtsük magunkat, és mondjuk nem is a napi adagot, de a fél napit. És mivel annyira centízbe volt minden, hogy így a harmadik napon elkezdtünk azon agyalni, hogy hát így valószínűleg el fog fogyni a kaja, és ott persze még vicces módon az is előtt, hogy jó, akkor ki lesz az első, akit megeszünk, meg minden egyéb. Tehát mi próbáltuk így viccesen előzni, miközben tudtuk, hogy ha még 3 napot marad ez az idő, akkor borul az egész. Tehát akkor kb. Visszavonulást kell fújni, de pont vége lett, és pont hátértünk, és minden jó lett. De ott azért az elvileg nyugton kell lenni, de közben az embernek a feje így matekol, meg főleg a csapat elkezdett matekolni, és gyakorlatilag ilyen tűzoltás szinten vigyázni kellett arra, hogy nehogy valaki túlpörgesse magát, hogy mi lesz velünk kérdéssel. Még egy gondolat volt, vagy hát a címbe így kaptunk egy olyat, hogy ez az újrakezdés, tehát amikor mondjuk így beüt a baj, vagy bármi miatt újra kell indítani a rendszert, az expedíciót, vagy csak az adott napot, vagy a taktikát, vagy az irányt, vagy bármi egyebet, vagy vissza kell jönni, és újra lehet majd indulni, hogy annak a, most nem is tudom, feldolgozása, tehát hogy az van egy kudarc, vagy pedig az ember úgy gondolja, hogy van egy tapasztalat. Szerintem ez egy kicsit az érésnek a része, hogy amikor még fiatal kölyök, vagy akkor valahogy ilyen úttörő plakátokról ismert kép van a fejedben, hogy áll a hegymászó a hegy lábánál, csillog a szeme, és így nézi a csúcsot. És aztán utána telnek múlnak az évek, és belátod, hogy ugyanúgy, hogy az élet, a hegy is egy ilyen bizonytalan nálad, hatalmasabb, erősebb közeg, és az út az valójában ilyen hullámzó lesz. És ennek az elfogadás, ennek a belátása az segít, és aztán utána rájössz, hogy amikor a hullámvölgy alján van, akkor vannak ilyen szerszámok a szerszámos ládádban, nem tudom. Önismeret, társismerete, és egy csomó más, ami majd segít abban, hogy újból neki lendülj. Tehát tudod, hogy mint ahogy nem tudjuk megmondani, mikor jön a következő hulláma a vírusnak, abban is eléggé biztosak leszünk, hogy lehetünk, hogy a vihar egy idő után el fog állni, és tovább lehet menni. És ebben az időszakban, amíg benne vagyunk ebben a bizonytalan időszakban, addig figyelni kell egymásra, és türelmesen várni. Nincs ennél jobb recept. A legjobban utált, általunk legjobban utált ilyen, nem tudom, újságírói kifejezés, amikor olyanokat mondanak, hogy legyőzzük a csúcsot, meg megkódítjuk a csúcsot, meg leigázzuk a hegyet, nem tudom még miket szoktak mondani. És ugye annyira nyilvánvaló, amikor ott fönn vagyunk, hogy ez egy ott állsz fönn a csúcson, és gondolj bele, hogy melyikünk tud kit elmozdítani. Ha én megpróbál elmozdítani a hegyet, akkor az egy vesztes játszma. A hegynek ennyit kell tennie, és már nem vagyok ott. Ez nem egy győztes embernek a
nem tudom, állapota, hanem vendég vagyok ott fönn a csúcson, aki ha mindent megtett, odafigyeltünk egymás, odafigyeltünk a hegyre, a saját rezdüléseimre is, akkor vendégeskedhetek egy kicsit odafönt. Ez a képlet inkább, ami jellemző. Ezért nem szeretem egyébként a vírus esetében sem ezt az ilyen militarista hozzáállást, hogy nem tudom, legyőzzük a vírust, mert igen, nem tudom is. Igen. Amikor meg visszajön, és akkor meg mehetünk haza újra. Megértjük, kivárjuk egymást, odafigyelünk, és együtt átvészeljük. Igen. Mondjuk én szerintem ez onnan jön, hogy itt mondjuk most konkrétan járvánnyal kapcsolatban ez, ugyebár nagyon megszoktuk egy nagyon, most nem azt mondom, hogy művilágban élünk, de egy nagyon erősen információgazdag, nagyon-nagyon civilizált világban élünk már, ahol tudod, a mobiloddal, ha nem tudsz elérni valakit egy perc alatt, akkor tuti megsértődött rád, vagy már lehet, hogy nem is él, és ezt szoktuk meg, és ha csak lemerül a mobil, akkor már van baj. És ebben a minden kontrollat van, ebben most ugyebár valami beugrott ide a világunkba, és át kell rendezni pár dolgot, és át kell tervezni, és egy kicsit visszább kell lépni, meg kicsit újra kell tervezni. Most nyilván ezt kint a természetben, ezt én is megtanultam azért jó párszor a bőrömön, hogy sarkvidék vagy óceán, teljesen mindegy, egy írtó nagy közeg, tőlem függetlenül működik, én ott vagyok, fölkészültem, amennyire tudtam, és nyilván találkozni fogok 100 olyan problémával még, amivel föl se tudtam készülni, és amit ő enged, azon belül kell valamit elérnem, vagy valamit csinálnom, amit szeretnék, de ugyebár ő a főrendező, és ennek van egy ilyen, nem tudom, mint amikor kisrác voltam, és apukám azt mondta, hogy nem tudom, este 90, akkor most pedig le kell feküdni, és hiába akartam fennmaradni, akkor is menni kellett, vagy az iskolába be kellett menni. Tehát van egy ilyen kicsit, egy ilyen szerepe, és ezt ha az ember elfogadja, és azon belül akar mozogni, akkor ugyebár egyrészt könnyebb, másrészt megeredményesebb is lesz, mert nem oda mennek el az energiák, hogy most miért, és pont nekem és mindenkinek miért így van a életet. Tehát így ez az elfogadás, aztán szerintem pont az időnk végére érünk, hogyha ez még egy gondolatot mondtok, hogy elfogadjuk a helyzetet, de azon belül pedig azért az ember próbálja kihozni a maximumot, meghaladjon a céljai felé. Igen, nekem igazából Dávid segített megfogalmazni ezt a dolgot, hogy amikor ilyen váratlan nehéz helyzetekbe vagy újrakezdéshez kerülünk, mi is segít átlendülni, hogy ezek azok a pillanatok, amikor lehet, hogy vissza kell nyúlni ahhoz a bizonyos tábortüzes pillanathoz, amikor jött ez az inspiráció, és amikor kimondtuk azt, hogy mire vágyunk, mit is szeretnénk, mert menet közben lehet lesznek olyan pillanatok, amikor könnyen el tudnánk ezt felejteni, mert annyira nehéz, vagy annyira nem a tervek szerint megy, vagy lehet, hogy utáljuk az egészet, és azt gondoljuk, bár ne lennénk itt, de akkor újra önvizsgálatot kell tartanunk, és meg kell nézni azt, hogy honnan is indultunk, mit is akartunk, és hogy ez most is itt van velünk, itt van bennünk, és ez az, ami újra és újra, napról napra, vagy hétről hétre, vagy egy több hónapos expedícióról beszélünk, akkor segíteni tud abban, hogy kitartsunk. Igen. Teljesen egyetértek, de mondjuk Szilárd parafraziált, úgyhogy nehéz lenne egyetérteni. Ja, én is azt gondolom, hogy visszanyúlni az a bizonyos tábortűzhöz, leülni egymással és beszélgetni. Meg higgadtság, meg tolerancia, meg kitartás, ugye már ezeken. Meg hát azért most akármennyire is mindenki kicsit egyedül érzi sokkal jobban magát, azért szerintem az nagyon fontos, főleg most így, hogy mondjuk úgy közlekedünk, hogy még azt se látom, hogy éppen így a fél arcodat, hogy Mosolyogva sem, kinyújtotta a nyelvét, vagy nem, de azért meg kell adni a bizalmat, hogy valószínűleg nem a nyelvét nyújtja ki, hanem mosolyog, és azért itt vagyunk, és tudunk, és ugyanúgy, mint ahogy ti ketten együtt egyen, szóval így azért az embertársak itt vannak, és így minél inkább azért együtt, de azért ki fogunk mászni ebből az egészből, úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, meg megosztottátok a gondolatokat, és hát ugyebár most jelentettétek be nemrég, hogy 2022 Everest, és hát így én az biztos, hogy minden másodpercet végig fogom szurkolni, úgyhogy hajrá, fiúk! Nagyon köszi! Nagyon szépen köszönjük mi is a beszélgetést! Köszönjük szépen, sok szerencsét neked is! Köszönöm! Köszi szépen!